Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2023. szeptember 8. napján ez a kávé süti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság a bitcoin világában. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás. Ezek csak a Csárpánk reggeli dünnyögései. Bitcoin egy hetes grafikon érdemi változás itt a rendszerkezetünkben nincsen, gyakorlatilag itt látjátok a kis konszenció táblácskámat, jelenleg a pozíciós kitettség indikációm a saját rendszeremben 0 a 9-ből, mindjárt végig itt a három fő idősávomon, és utána alacsony idősávom is mutatok nektek, valamit, amit érdekesnek találok. Hetes csárt, itt azt látjuk, hogy ugye a három periódusos mozgó átlag lekeresztezte a 30 periódusos mozgó Ez már itt azzal, hogyha ha a hetes is megérkezik a 30-as alá, egy sort hármas trend szerkezet a egy hetes idősávon, úgyhogy itt ez nekem pozíciónak a fenntartását nem indokolja. A háromperiódusos periódusos mozgó és a 30-asnak a lefele keresztezése a hetes csárton az megfeleltethető egyébként annak a deskrossnak amit sokan figyelnek, a különböző piacokon, a napos csárton ez körülbelül megfeleltethető az 50-es és a 200-as mozgó átlagok keresztezésének. Ugye Golden Crossnak hívjuk, amikor ez a két mozgó felfelé keresztez, és Death Crossnak, amikor lefelé keresztez. Ezek a Death Crossok, -ok, ezek nem szoktak jó hírt jelenteni a bitcoinnak a piacán. Itt volt egy Death Crossunk 48 ezernél, aztán nézzük, mi történt utána itt is volt egy Death Cross 41 ezernél, utána volt medvepiac, de aztán felállt a piac. Nyilván ez egy ilyen úgynevezett legging indikátor, vagy legging szignál, azaz késő szignál, nem egy trédelhető dolog, de a trend szerkezetnek nem tesz jót egy ilyen lefelé keresztezés, ami ennek pedig a másik vonzata, hogy ezeknek a Golden Crossoknak a szintje elég erős ellenállást szokott képezni, a jelenleg 27.500 dollárnál van, és bármiféle ilyen rövid távú felfelé mozgásnak, szerintem ez most egy nagyon-nagyon súlyos ellenállása lehet. Hogyha megnézzük az oszcillátorokat, akkor azt látjuk, hogy az RSI egy egyértelműen lefelé trendben van, bent van az összes exponenciális mozgó alatt, és az értéke 50 alatt van, és a chartpunk momentum oszcillátor is lefelé tart. Itt a hetes idősávon én jelenleg nem látok pozíciós indikációt a konszenzió rendszer szabályai alapján háromnapos Bitcoin grafikon, a hát trendszerkezet itt is hasonló, ez egy short hármas trendszerkezet a konszenszió rendszerben, és ahhoz, hogy ez javuljon, itt a 28.500 dollárnál oldalazó MA30-at kellene a sárgával jelölt MA3 vonallal átkereskedni, Jelenleg bőven ez alatt van az árfolyam, úgyhogy három naposan sok gondolkodási helyzet nincsen. Itt is jelenleg a pozíciás, pozíciós kitettség indikáció az nulla. Egy napos bitcoin grafikon itt azt látjuk, hogy az árfolyam az, mintha megint megindult volna a minnek a szintje felé, tehát itt az MA30-as mozgó a szintje felé. Ugye ezt néztük folyamatosan már itt július közepe óta, hogy állandóan ellenállásként tartotta maga alatt ez a mozgó a bitcoinnak a mozgását, akármilyen felfelé szúrás volt, mindig visszatért ez alá a csökkenő mozgóátlag. Alá a bitcoinnak az árfolyam mozgása. Itt láttuk ezt legutóbb a grayscale ügy kapcsán, hogy pontosan a Mozgóig jött föl, és onnan utasított vissza az árfolyam. Most ismét egy ilyen hasonló, min-reversion-szerű mozgást láthatunk. hogyha innen lesz egy kitörés, a Mozgónak a szintje 26900 dollár. Akkor, hogyha a háromperiódusos mozgó átlagot sikerülne e fölé átvarázolni ezen az idősávon, akkor kaphatnánk egy pozíciós indikációt. Ránézünk erre a grafikonra akkor sokan rajzolnak divergenciát, és bizony látszik is, ugye lehet látni, hogy folyamatosan ilyen enyhén csökkenő aljak mellett az rsi azért egy egyértelmű bikás divergencia látható, hova tovább a saját momentum indikátoromban a csártánk momentum oszcillátoron is látható ez a felfelé divergencia, tehát alapvetően azt lehet elmondani, hogy ez a, a len, enyhén lefelé tartó mozgás azért itt a napos idősávon enyhén divergens. Így néznek ki tehát a magas idősávok, és most lemegyünk egy kicsit alacsonyabb idősávra, mert ott mutatok nektek valami érdekességet. Itt vagyunk a 4 órás grafikonon, most a csárpánk indikátorokat levettem erről a grafikonról, mert azt szeretném nektek megmutatni, hogy itt ami látható, az az, már ha megtalálom a megfelelő rajzeszközt, itt van, hogy van itt nekünk valahol a 25.200 dolláros szint fölött egy zónánk, amiben, hogyha megérkezik a bitcoinnak az árfolyama, akkor mindig kiemelkedő forgalommal látjuk a pattanásokat, látjuk, hogy megérinti nagy forgalommal a pattan, itt is ebben a gyertyában megérinti ezt a zónát az árfolyam, de relatíve kiemelkedő forgalommal tud pattanni, itt is megérinti, és ismét nagy forgalommal történik a pattanás, és legutóbb ebben a Doji gyertyában láthattuk, hogy az árfolyam az betévedt ebbe a zónába, és onnan nagy forgalommal szokott pattanni. Na most mit jelenthet ez? Ugye spekulálgatunk, a Wyckoffnak van egy olyan piac elmélete, hogy a market maker, azaz a nagy kereskedő, az egy trend folytató mozgás előtti konszolidációban, azaz, hogyha ezt egy disztribúciós fázisnak hívjuk, akkor azt csinálja, hogy lefelé folyamatosan tesztelgeti a likviditást. Ugye ő arra játszik, hogy akkor induljon el a markdown, a következő lefelé mozgás, amikor vevői ellenállással már ez a lefelé mozgás nem találkozhat. És ilyenkor a market maker tesztelgetni szokta lefelé a likviditást, és minthogyha ennek a jeleit láthatnánk ezekben a lefelé mozgásokban, hogy egy picit lelökik az árfolyamot, megnézik, ott ilyenkor ugye elesik egy-két longos stop loss, és meg lehet látni, hogy mekkora vételi nyomással találkozik utána a bitcoinnak az árfolyama, és a Vájkop azt is mondja, hogy a disztribúciós fázis az úgy szokott véget érni, nem úgy, hogy egyszerűen leszakad ez a zóna, hanem előtte a market maker, amikor már úgy gondolja, hogy alulról már elfogyott az a likviditás, ami egy sortra való készülés esetén, egy markdára készülés esetén ő neki szolgálhat, akkor nem azt csinálja, hogy elindul lefelé, hanem ugye ő neki gyűjtenie kell a piacon likviditást, azt nem teheti meg, hogy market orderekkel gyűjti ezt a likviditást, mert az látszana a piacon, illetve érdemben elmozdítaná az árfolyamot. Ezek a kereskedők olyan forgalmakkal, olyan volumenekkel dolgoznak, amik már érdemben a piacsal hatása vannak, tehát ő nem adhat csak simán el. Egy esetleges lefelé mozgás előtt ő azt szokta csinálni, hogy fölfelé elkezdi lögdösni az árfolyamot, ennek a jelét itt láthatjuk, ennek a jelét itt láthatjuk, ennek a jelét itt láthatjuk, és azzal azt hogy ebben a lefelé mozgásban későn kiépült sortosoknak a stop loss kivételével ezeken a pontokon likviditást szerez magának, ugye a sortos ez mit csinál, ő itt elad, ide rakja a stop losszát, amikor itt az ő stop likvidálva van, az egy vételi megbízás. Ezek a tömeges vételi megbízások, ezek azok, amikbe a market maker nagyszerűen tud beleadogatni itt fölül, és ő itt építi ki azokat a short pozíciókat, amikből később a markdown fázisban tud profitálgatni. És nagyon érdekes megnézni például ezt a, a mostani mozgást, amit itt látunk ma hajnalban, lemehetünk akár egészen rövid 15 perces idősávra, mert azt lehet látni, hogy megint csak az történik, hogy van itt egy ellenállásunk folyamatosan, azt elkezdik kivenni, és aztán itt történik egy short squeeze. Ez az a pillanat, amikor a sortosoknak elesnek a stopjai, és itt végig látszik, hogy kiemelkedő forgalommal, itt egy jó nagyot lehet kereskedni, még a következő gyertyában is ott van a forgalom, de nézzük meg ennek a gyertyának a, a formáját, ez egy alapvetően még mindig nagy forgalmú gyertya, és borzasztó medvés, azt felmegy a gyertya, és utána visszatér a, a kiindulási pontra, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez az a szint, ahol már megérkezik a kínálat a piacra, illetve ahol a market marketmaker nem nyomja tovább felfelé a piacot, és azt lehet látni, hogy ez konfirmálja nekünk a forgalom, hiszen itt a mozgásnak vége van ezzel a felszúrással, és innentől ebben az oldalazó konszolidációban látjuk, hogy teljesen eltűnt a forgalom. Na most ezzel a, a, az egész spekulálgatással az a helyzet, ugye a a az elméletével is az a probléma, hogy azt nem tudjuk soha, hogy akkumulációban vagy distribúcióban, azaz felhalmozásban vagy ráadásban van éppen a piac. De hogyha arra következtetünk, hogy a trend az alapvetően medvés, és egy további lefelé mozgás következik, egy markdán következik, akkor a Wyckoffnak az elméletében egész szép logikai érveket találhatunk amellett, hogy zajlik az, amit ő mondott annak idején még a múlt évszázadban, hogy hogy dolgoznak a nagy kereskedők, lefelé tesztelgetik a likviditást, és közben fönt pedig építik ki maguknak a short pozíciókat. Ez nem biztos, hogy így van, ezek csak az én reggeli gondolataim és dűnyögéseim, de azt gondolom, hogy talán ti is érdekesnek tartjátok ezeket a teóriákat, úgyhogy időről időre, ha valami ilyesmi eszembe jut, azért továbbra is meg fogom ezeket veletek osztani. Egyébként, hogyha erre a 4 órás csártra visszateszem a docentrek indikátort, itt is van, akkor azt látjuk, hogy kaptunk most egy longos jelzést ettől az indikátortól, hiszen zöld pöttyel, zöld gyertya van a zöld track vonal fölött, de alapvetően én ezt a sortos jelzést azért a price action megfelelően kezelném, addig, amíg itt ezeket a vikkeket nagy forgalommal nem veszi ki az árfolyam, addig óvatosan gondolkoznék csak ennek a jelnek az értelmezésében. Itt, mivel magas idősávokon mindenhol medvés a trend, szerintem a swing longoknak azért egy picit kisebb Jelenleg az esélyük, mint a sortoknak, de ez mindenkinek az egyedi kockázatviselési hajlandóságától függ. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit terveztem ma a bitcoin piacokról elmondani nektek, remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis reggeli bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, ezek nektek nem kerülnek semmibe, nekem viszont segítenek abban, hogy a csatornámat egy kicsit relevánsabbnak tartsa a YouTube. Szép napot és jó kereskedés nektek, találkozunk a következő ez a videóban sziasztok.